A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának támogatásával új magyar bölcsőde és óvoda épül Aradon. A munkálatok még áprilisban elkezdődtek, a tervek szerint évvégére állni fog az új, modern épület, és ezzel több évtizedes álom válik valóra. Az alapozás és a földszinti falazás után jelenleg a földszinti födém zsaluzása folyik az aradi bölcsőde és óvoda építkezésén. Következnek az emeleti kőműves munkák, az emeleti födém elhelyezése, augusztus végére pedig várhatóan felkerül a tető is az új épületre, amelynek több mint 700 négyzetméter hasznos területe lesz. Minden padló csúszásmentes lesz, a kültéri játszótér, teraszok gumiszőnyeggel lesznek borítva. A lépcsőfokok le lesznek kerekítve, úgyhogy nagyon biztonságos tűzvédelmi előírásoknak megfelel. Ez egy vagány épület lesz. Két bölcsődei és egy óvodai csoport költözhet majd be a gyerekbarát környezetbe. A hiánypótló beruházás megvalósítását az aradi Református Egyházmegye vállalta fel a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében. A Királyhágó melléki Református Egyház kerület közbenjárásával lett lehetőségünk ehhez a forráshoz hozzáférni. Nagyon sokat segítenek, támogatnak ők is a projekt lebonyolításában, és így a telek, illetve az épület egyházi tulajdonban lesz, viszont az a tervünk és egyességünk, hogy átadjuk a Csiky Gergely Főgimnáziumnak ingyenes használatra. Ez ugyanis a megye egyetlen olyan oktatási intézménye, ahol óvodától érettségiig anyanyelvükön tanulhatnak a magyar gyerekek. Hamarad Szabadhely befogadják a bölcsődéskorú 3 évnél fiatalabb apróságokat is, ám a tapasztalat szerint rendszeres a túljelentkezés. Tavaly is az összlétszám körülbelül egy ilyen 70-es összlétszám volt az óvodában, amit egyszerűen maga az épület meg a helységek épp hogy megbírnak. Tehát nem mindegy, hogy hány kis ágyat kell kinyitni, és hány kis ágyba kell lefektetni délutánonként a hosszú csoportos óvodába a gyerekeket. Tehát többet a tavaly nem is tudtunk volna felvenni. Az új beruházás tehát tehermentesíti majd a város egyetlen önálló magyar óvodáját, és ugyanakkor megoldást kínál a bölcsődéskorú kisgyermekek szüleinek. Megnyitásával várhatóan több olyan magyar gyerek lesz Aradon, aki az anyanyelvi oktatás mellett dönt.